százszor 100 méteres váltófutással ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját az Arak. A születésnap alkalmából több mint 101 kori és jelenlegi klubtag futotta le a távot a Bregyóban. Hirt Károly elnök elmondta, számos szép eredményt tudhatnak magukénak, a cél pedig továbbra is az, hogy minél többekkel kedveltessék meg az atlétikát. 2005 dobogós hely, 710 bajnoki cím, 270 válogatott. Erről gondolatot mondani nehéz. Dolgoztunk keményen, ennek megvett az eredménye. Nem tudok erről olyan gondolatot mondani, ami annál több lenne, mint hogy teljesítettük azt, amit vállaltunk, hogy Fehérvár fiataljait próbáljuk meg, hogyha őket érdekli a sport és ez a sportág, próbáljuk meg a lehető legmesszebb eljutatni. 2-1! Rajt! A futást Cserpalkovics András polgármester indította el, aki köszöntőjében felhívta a figyelmet arra a maketre is, amelyet pénteken tekinthettek meg először a résztvevők, és amely annak az emlékműnek a terve, amivel maradandó emléket állítanak majd az Egyesületnek. Itt van egy nagyon szép kis szobor makett egyelőre, amit szeretnénk ennek a kerek évfordulónak az emlékére itt a Bregyó körül valahol fölállítani, és ezt is megmutatjuk azért, hogy bízom benne, hogy az atlétáknak és az atlétikát szeretőknek, az Arakot támogatóknak ezt elnyeri a tetszését, és akkor egyfajta maradandó emlék is lesz állítva ennek az ünnepi emlékévnek a keretében. A rövid bemelegítést követően voltak, akik egyedül, és voltak, akik kollégáikkal, családtagjaikkal teljesítették a 100 méteres távot, majd kötetlen beszélgetéssel, nyílt atlétikai programokkal folytatódott a centenáriumi ünneplés.